December 27-én az országban 41 helyszínen több mint 1000 vadász vett részt a jótékonysági eseményen. A vadászok szerepe nagyon fontos a természet egyensúlyának fenntartásában, mondta Horváth István országgyűlési képviselő. A jótékonysági vadászat a vadászok számára egy nagyon komoly társadalmi és közéleti esemény, hiszen a vadászat egy kicsit megosztja a társadalmat, és ezen a jótékonysági vadásznap alkalmával is mi vadászok meg szeretnénk mutatni, hogy felelősen gondolkodunk a természetről, a vadvilágról, a vadászati tevékenységgel mind a természet és a vadvilág számára a biológiai egyensúlyt szeretnénk fenntartani. Fontos célt tűzött ki magának a fegyveres közösség, hiszen minden év végén már hagyományosan gyűjtenek a vadászati esemény alkalmával a kórház gyermekosztályának. A vadászok a vadászati költségek mellett jelentős több millió forintos adománnyal támogatják a Toll megyei Balassa János Kórház gyermekosztályát. Ezt ma már nem első alkalommal tesszük, hiszen ennek már hagyománya, több éves hagyománya van ennek a úgymond vadászok által létrehozott társadalmi szerepvállásnak. Az adománygyűjtő rendezvény Tolna vármegyében három helyszínen zajlott, melyen közel 100 vadász, illetve támogató vállalkozók vettek részt. Zsiko Zoltán, az Országos Jótékonysági Vadászat Tolna vármegyei nagykövete elmondta, tavaszra készülnek megvenni az adományozott összegből az orvosi eszközöket, melyek a beteg gyermekek gyógyulását segítik. Két évvel ezelőtt a 18. helyen végzett az adománylistán egyébként Tolna vármegye, tavaly évben a 3. helyen sikerült szerepeljünk, és mindezt a vadásztársadalomnak és a támogatóinknak köszönhetően. Úgyhogy bízom abban, hogy egy nagyon szép napon tudunk ma mindannyian részt venni, és bízom abban, hogy tavasszal komoly és nagy értékű orvosi eszközökkel tudjuk majd támogatni a szekszárdi Balassa János kórház gyermekosztályát. Az Alsónyéki Kultúrházban volt az esemény reggeli ünnepélyes köszöntője, majd a vadászatra vonatkozó eligazítás következett. A település önkormányzata látta vendégül az egybegyűlteket. Tavaly volt az első év, hogy megrendezésre került nálunk ez a jótékonysági vadászat. Zsíko Zoltán a megyei közgyűlés alelnöke lett aki összefogja ezt az egész jótékonysági vadászatot a körzetünkbe. Ő neki köszönhetően, ő megkeresett engem, és megkért, hogy nem lenne erre lehetőség. Én nagyon örültem neki, mondom, a kis településnek egy kicsit viszi a hírét, különben egy 700 fős települési Alsónyék, nem egy nagy létszám van. És nagyon jól sikerült tavaly. A feladatunk nekünk ebbe annyi, hogy a helységet adjuk, a reggelit, kávét, és a vadászat után főzünk egy jó vaddisznópörköltet a vadászoknak. A 2022-ben összegyűlt komoly összeget idén fordították a gyermekosztály javára. Az adománygyűjtő fácánvadászatot a jövő évben is megrendezik.